félkenyér, tej, 11 pár. Nem mondja még a Géza a parizert. Ezt szereti Marikám. Vajas kenyeret párizsival. Mindig. Mindig. De mi az a gyerek, az nagyon hülye. Felügyelet kell a szalag mellé, mert különben baleset után fizetni kell. Csak a Gézához képes voltál valaki. Mi a Gézára gondoltunk. De most már az se. Én ott nem lehetek a dolgozó, mert nem tudom elrákni a feladatokat. Ha valami gyanúsat látsz, megnyomod a pirosat. Megyek reggel dolgozni, megyek reggel dolgozni. Nekem vajaskenyér van Párizsival, és bácsi, vajaskenyér van Párizsival, meg már Málaször szódás. De nem történik semmi, mama, semmi nem történik. Neked is eleget van a hülye Lajosban, meg a Fiki bácsiból. Ezt le kell venni. Nem. Az nem te kérdezted a dolgot, hanem én, az a sorre! Ha majd nem mondja mi volt, akkor kérdezhetsz! Nekem ez még nem lehet. No. Nekem nem szabad. Jó, van Géza, jó van. Jó van. Géza. Hanem, hogy te mit csináltál a Gézával, azt mondja meg. Mi vagy Géza? Jól csináltam, Lajos bácsi, jól csináltam, ugye, ahogy jól csináltam. Ahogy kellett, úgy te Géza, de pont ahogyan kellett. Életet mentett, érted? Azért van a kezedbe a kapcsoló, hogy megnyomjad a gombot, ha valami baj. Én életet mentem. Csak azért maradok meg, mert te megnyomod a piros kapcsolót, érted? Nyomd meg a gombot, Géza, mit kellett ahhoz? Megnyomtam! Ha nem volnék én, akkor nem élnék a Géza. Papa. Akkor nem az lennék a mamának, aki vagyok a... Mert akkor én más lennék. Nem a Géza, papa. Akkor én más.